Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk jó kis életmenedzsmentről a témát. Múltkor beszéltünk rövid távú célokról, ma pedig folytatjunk egy kicsit elméletileg témákat, és miért fontos megtanulni, független lenni, és még egy kicsit tisztázunk, mitől, kitől kell független legyek. Általában az embernek a fejlődése, mintha megnézzünk a lelki írásokat, akár Bhagavad Gita-t, akár a világsikeres embereknek a véleményét, például akár a Stephen Covey-t is, hogy mindenki egyetért azzal, hogy az élőlény beragad egy helyen, és nem tud semmit elérni, vagy nagyon nehezen tud elérni valamilyen siker élményt, azért, mert függ. Most fázok, azért nem csinálok, most esek az eső, nem csinálok, most akkor valakinek mit fognak mondani rólam, valakik engem nem szeretik, akkor nem megyek oda, és nem csinálom, majd akkor, amikor ő nem lesz ott, szóval nem, ember nem tud együttműködni, nem tud semmit csinálni, ez a függőség. És hogyha ember szeretne elérni valamilyen sikert, akkor ezektől a külső körülményektől kell független lenni. Amikor ezt kezd megtanulni, utána jön a következő, még fejlettebb szint, amikor ember úgy mondjuk, hogy kölcsönös függőségbe kerül. Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen függők a társaimtól, akivel együtt valamit csinálunk, és ugyanakkor én függök Istentől, mert egy bölcs ember tudja, hogy habár én minden erőfeszítést megteszem, de akkor is eredményt Isten ad, ezt Bhagavad Gita-ba is megerősíti Krishna. Ezért függőségtől fel kell emelkedni függetlenségbe, és függetlenségből kölcsönös függőségig, és ahhoz, hogy hihetetlen eredményeket képesített legyen ember elérni, akkor teljes függőség Istentől. Én teszek, de függök Istentől. Erről beszéltem múltkor, majd kicsit kiegészítettem. Következő alkalommal fogunk beszélni a célokról, hogy mi alapján ki kell tűzni a célokat, a hosszú távú, az életcélokat, a missziót, arról fogunk beszélni. Ugyanakkor említettem a belső értékrendünkre, arról is fogunk beszélni, mert valamikor tud lenni hamis belső értékrend, valamikor tiszta. És ez nagyon fontos, ez befolyásolja a mi életünket. Én tudom, te meg tudod csinálni. Lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengőgombot, legyitek boldogok. Hare Krishna!